Na, és itt van Kiszi szerelmünk, ő jön egyedül ma egy komolyabb melót, többiek csak tingli-tangli galocsári, meg padik. Jó, sétálunk itt bőven, kényelmes trappocska, fölkentre trapp, überka kicsi jelet, és onnan egy vadászka. Középen menni vele, és mondom, nem engedni elgurulni, mert ez aztán, ha tud menni ló, ez tud. Igen, ma volt ilyenje neki, mert mondom, hogy nem szokott, olyan jó el szokott lenni mostanában. Régen volt a füle mögött, mondom, ugyanezt csinálta, vagy még komolyabbakat, meg szája, de most olyan szépen el van. A jövő héten lehet, hogy futunk abból is. Holnap vagy te? Szuper. Jó. Holnap már nyergeljük mind, ami él és mozog. Szegény Ferikét, nem? De... Hát, leszünk bőven. Holnap már mind nyergeljük. Na, megnézem, hogy itt mi van. Kirakták a három kancánkat. Kviszike megy el trappolni. A kilenc kanca nagy karámban van, ide megraktuk a hármat. És mindjárt érkezik majd ebbe a kis padikba. Hova? Na, igen, lepókhálózni, ahol üres box van, azt mind lepókhálózni. Pavel Csődör, hogy viselkedett a padikba? Jó, az a lényeg. Jó. Jó. Mondom, ahol van, mondjuk ez tiszta, de ahol izé van, le lehet pókhálózni. Nem tart sem eddig, itt is nézd meg, itt áll fönn. Egy perc, az tiszta, meg ott a Kviszinél, Kata, megcsinálod? A Viváé jó, csak a Kviszié nem, hogy ez nem maradjon már ki, kiment a ló. Oké. Okay. Oké? Okay? Meg itt ilyen szemeteket ezt elhordani, Misi, majd. Na, kis huncikák. Jó van, megvannak. Itt az aránylag tiszta is, nincs olyan sok pókháló. Szia, Lordikám! A szervusz, gyönyörűségem! Huncika, végre már valamit csináltál? A bűneid közül egyet most megbocsájtok. Hát így is van 1000. Nem, ma jövő héten mehetsz, ne aggódj. Jó van, kicsikék is el vannak. Szervusz, Arikám! Jó van, édesapa! Jó, mentem ki a pályára, Misikém. Azt mondja, a Csabi 10 perc, az behozza, és akkor mehet, ott tudjuk, hogy mik vannak még. Onnan van 4 csődi, innen nem tudom.